Maradva tovább az S1-es egyik szónalom, van itt egy kis ágacska, kicsit letakarítom, és akkor ezen farigcsálok egy kicsit, csak hogy még ezt megmutassam, hogy ez hogy működik rajtuk, velük. Iszonyat nagy pára van itt most. Igazi esőerdős hangulat. Ugye itt lehetne a kaparó élet használni, de jobb, ha csak így. Szépen leszedegettem róla a fölös dolgokat. Látszik, hogy egy kicsit hátrébb fogok, és akkor már ezzel is simán szét lehet csapkodni. Igaz, nem olyan egyszerű, de meg lehet oldani. Na. Tehát akkor ez itt ilyen. Másik vége. Próbáljunk meg farigcsálni vele egy kicsit. Egy bevágás. Még egy bevágás. Na, hát nem annyira szép, de tulajdonképpen lehetne még mélyíteni, ha nagyon akarnám. Így. Hát így ennyi ez. Nem egy faragókés, meg nem is egy konyhakés, de azért, mint látszik, működik. Kicsit megpróbálom itt lerövidíteni, úgy egyszerűbb lesz kezelni ezt a fadarabot. Na, mindjárt meg vagyunk. Mindjárt elmegyek azért a darabkáért. Tehát itt van ez a kis faragós bemutatós. Jó. Mindjárt elővesszük a másikat. Zörög. Ebből a tokba csak ez a rossz, hogy zörög. Na. És akkor az S1.
ezzel egy picikét könnyebb ezt a kis faragványt megoldani. A finomabb éle miatt. De ettől szerintem még így bemutató szinten is látható. Kesztyűvel kicsit macerásabb, de azért megoldható, és kész. Ennyi az egész. Tehát ezek voltak itt a kis faragások az S1-gyel. És az S1X-el. Hát ennyi lett volna ez a S1-S1X bemutató. Még ugyanilyen faragást gyorsan megcsinálok az A1-el meg az A1X-el, mert azt a múltkor már nem tudtam megcsinálni a telefonom hülyesége miatt, úgyhogy erről a két késről ennyit szerettem volna. Sziasztok, üdvözletél társak!